Én úgy gondolom, hogy május végén, június elején túl leszünk a harmadik hullámon. Optimista prognózisok szerint az iskola év végén akár a maszkoktól is búcsút vehetünk, és nyáron már mindenki élete visszatérhet a normál kerékvágásba, mondta el Rusvai Miklós virológus a járványügyi adatok jelenlegi állása alapján. A szakember hozzátette, a különböző vírusmutánsok, így az indiai vagy a brit variáns miatt sem kell számítani most következő nagy hullámra. Többek között azért, mert a jelenleg forgalomban lévő védőoltások ezek ellen is védenek. Ugyanúgy, mint az influenza oltás esetében időnként módosítani kell majd a koronavírus vakcinán is, attól függően, hogy éppen aktuálisan milyen mutánsok terjednek el egy-egy adott területen. Eddig olyan mutáció nem volt, ami alapvetően megváltoztatta volna a vakcinázási stratégiát, és teljesen új vakcinát kellett volna konstruálni. Amennyiben egy ilyen mutáns megjelenik, ami teljesen megváltozott tüskefehérjével rendelkezik, ebben az esetben sajnos igen, újra kell kezdeni majd a vakcinázást, de a jelenleg már vakcinázottak, vagy azok, akik a fertőzésen átestek a korábbi variánsokkal, azok az emberek biztonságban érezhetik magukat. Rusvai Miklós hangsúlyozta, fontos, hogy ne higgyünk az álhíreknek, és ne várjunk, vagyis mindenki oltassa be magát azzal a vakcinával, amelyiket felajánlják számára, vagy amire megnyílik az időpontfoglalási lehetőség, mert a betegség rosszabb és több negatív következménnyel járhat, mint maga az oltás. Immunológiai, virológiai értelemben az alkoholfogyasztás nem befolyásolja az immunitás kialakítását, kialakulását, tehát ebből a szempontból ez az elővigyázatosság inkább orvosi jó tanácsként fogadható el. Immunológiai szempontból nincs jelentősége, természetesen az alkoholfogyasztás az minden orvosi javaslat azt mondja, hogy mérséklendő. A másik, amit figyelembe kell venni, hogy bármelyik vakcina jobb, mint vakcinázatlanul megkapni a fertőzést. Tehát bármelyik vakcina. Még azok is, amelyekkel szemben esetleg fenntartások merülnek fel, mindenképpen oltassuk magunkat, ha egy bizonyos vakcinát felajánlanak, azután később, majd, amikor már vakcina bőség lesz, akkor ráérünk az immunizálást megerősíteni más vakcinatípussal. A 16-18 évesek oltására már megnyílt a regisztrálási lehetőség, és hamarosan követhetik őket az oltási programban az ennél fiatalabb gyermekek is. Lefelé haladva egyre fiatalabb korosztályokban jelennek meg olyan vakcinák, amelyek alkalmazhatók. Én úgy gondolom, hogy a következő iskolaévnek már a gyerekek jelentős része is vakcinázottan vághat neki, ha ebbe a szülők beleegyeznek. Az óvintézkedések enyhítése a beoltottak számától függően folyamatos. A jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat viszont továbbra is fontos betartani, így többek között az éjféltől reggel 5 óráig szóló kijárási tilalmat. A védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt pedig fokozatosan új lehetőségek nyílnak meg, mint például az éttermek belső tereinek, vagy a belföldi szállodák látogatása.